Na kérem szépen, megérkeztem Pötrétére, itt a szlovén, osztrák, magyar háromszög egyik csücskébe, ha lehet így mondani, és a lényeg az, hogy menet közben megtudtam a vendéglátomtól, vagy aki meghívott, Gábor, utazó Gábor, ő a Facebook utazó Gábor, megtudtam tőle, hogy nála most pont waldorfos gyerekek, és egy waldorf pedagógus van, akik segítenek neki a kertjébe, tehát úgy látszik megint ez a szellemi impulzus elért engem. Bárhol megyek, a waldorfosok, vagy Rudi bácsi követ valamilyen módon. Vajon miért? Te viszont akkor a show businessből, tehát Budapestről, ahogy mondtad, eljöttél vissza. A businessből, igen, én vállalkozó voltam. Vállalkozó? Mit vállalkozol? A legnagyobb online hotelfoglalási cégnek én voltam az alapító ügyvezető igazgatója. Hát akkor te ilyen nagyon gazdag ember voltál. A túlzás, de Subaru Imprezával jártam. És utána, hogy ez becsődött, utána meg Csepel Swim versenybiciklivel. Volt egy kis kontraszt a kettő között. És 5 csillagos hotelekbe hívtak meg. Az igen. És ennyi év távlatából megbántad, hogy kijöttél a természet lágyölére? Ami nem olyan lágy sokszor. Semmiképp nem bántam meg, csak azt bántam meg, hogy nem 8 évvel korábban jöttem ki. Uh-huh. Addig hezitáltam. Értem. Szépen csengett a forint meg az euró. Aha. És mi a baj a pénzzel? Vagy velünk van a baj? Vagy mi az, hogy pénz? Az a baj, hogy ellopták, elsikasztották. Uh-huh. Igazából az volt a fő probléma, és akkor jöttem rá, hogy az emberekre is figyelni kell, nem csak a gurigákra, a pénzkötegekre. Tehát te hittél az embereknek? Igen, és kiröhögtek utána, akik nálam 4-5 évvel idősebb vállalkozók, hogy jaj, de fiatal vagy. Azt mondták, hogy ilyen nincs, hogy valakit nem vernek át. Hallottál a helyi pénzekről, a közösségi pénzekről? Hallottam. Szerinted miért nem működik most Magyarországon ez? Hát a magyar társadalom teljesen éretlen ilyen szempontból. Nem csak erre, hát még sok másra is, ennél egyszerűbb dolgokra is teljesen alkalmatlan rá. Ez tény. És te kipróbálnád egyébként, hogyha lenni egy ilyen lehetőség? Hát ezt mi nem helyi pénznek nevezzük, mi cserélgetünk dolgokat egymás között, mint tegnap is. Én kaptam 2 lekvárért 2 házi gesztenyepürét cserébe, és mindenki boldog volt. Tehát most ilyen kicsiben nyilván működik. Akinek van nagyobb gazdasága, akár takarmány, az nyilván tud cserébe kapni mangalica szalonnát, főleg, mert én például azt szeretem. Tegnap is azt vettem, és pénzt kellett adni érte. Mi fogott meg azokba a dolgokba, amiket én kiszoktam tenni az internetre? Azért engem ez érdekel. Hát a kulturális kreatívokat csak 4-szer láttam eddig. Ja. De az régen volt, te? Az régen volt. Igen, de én azóta is megnéztem még 4-szer. Ugyatva, hogy azóta 4-szer, hogy na, újra föl lett töltve. Aha, jó van, oké. Ez ilyen altató zenének jó azt hallgatni, ahogy ott beszélnek. Elaltatónak? Ilyet csak kaptam, mert pont azt mondják, hogy az ébresztőnek szokott azért egy ilyen film. Igen, de hogy utána jó, másképp persze ébred az ember, és energikusabban, amikor azt mondják, hogy a remény még megvan. És akkor te mondtad, hogy rengetegen meg szoktak itt látogatni téged mindenféle országokból. Igen. De ezek szerint akkor neked van egy nagy családod, de viszont, ha jól tudom, nincs családod most. Hát családom nincsen, de nem unatkozom, mert inkább vissza kellett tavaly is utasítani sok embert, mert nem akartam akárkivel együtt kertészkedni, meg építkezni. Értem. Tavaly még jobban ráértem, most már én igazából egy menedzser leszek itt, mert aki jön nekem segíteni, visszajáró segítő, foglalkozik majd a külföldiekkel.
tolmácsol és fordít és mindent csinál nekik. Utazó Gábor meghívott ebédre, saját készítésű csodákat itt összerakott nekünk, de az történt, hogy itt egy nagyon-nagyon-nagyon nemzetközi társaságba csöppentem bele, tehát nem csak a Waldorfok voltak az első nagy meglepetés nekem, hanem az, hogy Marseille-ből kaptunk egy kiváló fiatalembert, és itt van velünk. Hello. És hogyha megengeditek, akkor most föltennék neki három kérdést, mert ritka, amikor itt egy Zala megyei eldugult, csodálatos, paradicsomi helyen Marseille-ből kapunk egy Budapesten kezdett fiatal francia embert, úgyhogy egy másodperc, most vágunk. Itt most én egy önkéntes vagyok. Önkénteskedem, ugyanis van egy olyan weboldal, amely egy jó összekötő platform arra, hogy akik önkénteskedni akarnak a világ különböző pontjain, azok könnyebben megtalálhassák egymást ezen keresztül. Farmerek, organikus közösségek, stb. Stb. És ez persze egy olyan lehetőség is, ami nagyon sokat jelent nekem. Most két hetet vagyok, de lehet, hogy két hónap vagy két év lesz belőle. Magyarországon vagy más országokban? Ki tudja? 27 éves vagyok, és az életemet arra tettem föl, hogy segítsek az embereknek. Nem tudom, hogy valaha is hasonló leszek az úgynevezett normálisan élő emberekhez, vagy sem, mint például az én generációm, hogy legyen egy otthona, családja, stb. Vagy hogy várja a nyugdíjt, ahogy az apám tette, hogy a munkáját és az életét a családjának szentelje. Talán az én életem, a barátaim, őnekik szentelem, akik mondhatjuk úgy is, hogy az én családom. Na de miért akarsz segíteni az embereknek? Honnan jön ez az impulzus? Ez a természetem. A Waldorfosok itt hagytak valami dolgot, úgyhogy most rohannunk utánuk, ugyanis mindjárt elkapják a vonatot, hogy menjenek vissza a Szombathelyre. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy kamerás túl be a kocsiba. Elkezdték 2000 valamennyibe egy utazási blogot? 2009-től. Na. És azt miért kezdted el? Bevallom, hogy mocskos anyagi céljaim voltak. Én előtte, hogy a turizmusban dolgoztam, én szerettem volna könnyen és sok pénzt keresni. Jó, oké. Okay. Na, őszinte ember, végre. És mi történt a dologgal? Sikerült? Volt megtakarított pénzem, amiből fizettem egy újságírót, plusz én is írogattam, és mivel megvolt a webmarketing tudásom, ez két év alatt fel is futott szépen, és akkor már is költöztem utána Győrbe, és lett egy ilyen szabad, laza felnőtt életem. Ahol közben már csináltam a divat, életmód blogomat is, tehát így voltak szép bevételeim ilyen laza kötetlen munkából. Hát Győr a találkozások városa, úgy indult, hogy három lány akart velem összejönni. Előtte a másik helyen nulla, és én úgy éreztem, hogy ez egy jel a univerzumtól, hogy abból az háromból válasszak egyet. Nem tudom, hogy jól döntöttem el, de a szakítás az egyértelműen jó döntés volt. Azzal jött össze, és az lett a férje, akivel megmondtam, hogy összeillik. És azóta is boldogan élnek, még meg nem halnak. Én Németországban éltem, és volt, megszűnt egy munkahelyem, bezártuk egy gyárat. Hazajöttem egy Balkán körút nevű kirándulásra, Balkán kincsei, 2014-ben, és egy annyira jó csapat jött össze, hogy még az idegenvezetők is sokkot kaptak, hogy hogy lehet, hogy ennyire jól érezze magát egy társaság, meg hogy mindenki vicces, meg egyedi személyiség volt. És ott nekem jött egy olyan gondolatom, akkor még nyilván én sem tudtam hova tenni, csak néha így jönnek gondolatok, hogy egy ideig az ember utazik, és így megismeri a világot. De szerintem, ez egy ilyen érzés volt, hogy idő után a világ érkezik meg hozzád. És most, hogy 2023 van, én már 2020 környékén ezt megtapasztaltam, hiszen az egész világból elkezdtek hozzám járni. Én bármire kíváncsi voltam, akkor azt megkérdeztem, hogy mi van Tajvanon, Kínában, Kazasztánban, Guadalupén, onnan is jöttek.
Kanadába, Japánba, Japánból úgy jött haza Milány, hogy csak nálam volt Magyarországon, sehol máshol. És milyen érdekes ez, hogy van, aki csak olvas így utazásról, van, aki tényleg utazik, meg hogy ilyen is van, hogy a világ jön hozzád, mert hogy van ilyen, pedig én nem merültettem. Na hát akkor az utazó Gábor, az lehet, hogy egy ilyen belső utazó Gábor is egy kicsit, nem? Hát azt tudni. Kiüresedett az a kevés kultúra, meg közösségi élet is, ami volt. És hát a fiatalok nagyon húzzák a szájukat, tehát ismerek itteni fiatalokat, akik Pesten élnek, vagy Nagykanizsán, vagy Zalaegerszegen, de lényeg, hogy a falukban nem. Tehát... De vannak olyan emberek, mint te, rengeteg élettapasztalattal, még ráadásul profi is vagy, voltál, stb. És ha én a józan paraszti eszemmel gondolkodok, és hogyha egy polgármester vagyok ezen a helyen, ebben a régióban, akkor én kapnék olyan emberek után, mint te. Ilyetet kapnak? Pont az ellenkezője, hogy kapnak azután, hogy lejárassanak. Miért? Mert én azt mondom, hogy még annyira sem magabiztosak, hogy szóba álljanak az emberrel. Tehát még egy kérdésre tesznek föl. Te próbálkoztál feléjük egyébként? Például megpróbáltam köszönni a polgármesternek. Egy alkalommal sikerült, amikor az egyik autóját meg akartam venni. Ez 5 év története egy összefoglalva. A fiával beszéltem, mert egy helyen borosztunk, egy ismerősnél, és ennyi. Ennyire nincs kommunikáció, tehát a falu napon nem tudtam köszönni még, mert rá se néz az emberekre a polgármester. És lehet, hogy neki akkor tanulnia kéne ezeknek az embereknek egy picit a kommunikációt, hogy végre itt valami megszülessen? Hát lehet, hogy kéne, de mi nem szóltunk bele az életükbe. És aki itt nőtt föl, itt született, velem egy idős, ő azt mondja, hogy így is fog meghalni. Tehát itt nem változnak az emberek. A fiatalokban van remény, akik innen elköltöztek, mert itt vannak a szüleik, nagyszüleik, és lehet, hogy majd vissza fognak költözni ők, vagy az ő gyerekeik, mert hát az ingatlan itt van, szép a hely. Uh-huh. De még rokon se szívesen látogatnak itt, tehát ez egy ilyen állapot. Uh-huh. Nekem is unokatestvérem Angliába él, uh-huh. Tök jó, hogy néha kimennek hozzá a testvérei, a szülei, de hát olyanról még nem beszélgettünk, hogy ő is hazajöjjön, tehát szóba nem került ilyen. Uh-huh. És hogyha most hirtelen lenne, mint a mesében, 3 kívánságod, akkor mi lenne az első, amit kívánnál? Most komolyan kérdezem, de tényleg? Tehát, hogy, egy na, ilyen durbele. Kedves, szerető feleség. Jó, mi lenne a második akkor? Akkor oké, őszinte volt. Mi a második? Mi lenne a második? Második? Hát ez már szerintem onnantól kezdve a többi, az már jönne. Oké, jó. Mert hogy az egy akkora plusz energiát ad az embernek egy kölcsönös szerelem, vagy szeretet. Uh-huh. Én ezt megtapasztaltam, tehát én akkor 12 órát tudtam heti 7 napba dolgozni, amikor egy hosszabb kapcsolatom uh-huh. volt, és mind a ketten vállalkozókká váltunk. Uh-huh. Vállalkozót neveltem a páromból is. Nagyon sikeres lett abban, amit csinált, konkrétan az otthon centrumnál kerület évértékesítője lett egy év alatt. Tehát így, ezek ilyen nagyon pozitív energiák. Uh-huh. Tehát nem kell semmit csoda, hát én lángos sütésből is meg tudnék élni, mert bármit megcsinálok, nem, uh-huh. nem ez a lényeg. És akkor most egy provokatív kérdés jön. Miért nem jelentkezel egyszer te magad polgármesternek? Jelentkeztem polgármesternek. És mi történt? Mivel volt egy nagyon jó jelölt, egy ellenjelölt, ezért arról gyorsan lemondtam, és képviselőjelölt maradtam. És megválasztottak? Nem, de nem is kampányoltam. Miért nem csinálsz minden táncos közösségről videót? Mert én őket annyira szeretem, akik így összejárnak, és csak a tánc öröméért, és nem akarnak így. Nem azt mondja senki, de hogy nem akarnak egy párkapcsolatot, egymással együtt jól akarják érezni magukat. Vagy nem tudom, hogy van-e ilyened. Táncos közösségekről filmeket. Jó. Szavamat adom, hogy ebben az évben legalább egy táncos közösségről valamit össze fog legyen hozni. Legyen kettő. Na ez az a bizniszben megszólalt. Jó. Akkor Gábor, utazó Gábor, nagyon köszönöm, itt lehettem. Ennyi év után most személyesen veled is találkoztam, élmény volt. Úgyhogy én azt javaslom nektek, drága nézőim, hogy legyetek bátrak, keressük egymást. És én azt mondom, hogy minden lehetséges, de csak akkor, hogyha ti is ott a másik oldalon, ahogy drága Makovec Imre mondta anno, Isten nyugasztalja,
megemeljétek a seggeteket. Sziasztok. A táncparketten. A táncparketten. Sziasztok.